Üdvözlök mindenkit, Kosti Tamás vagyok. Mit kell tudni a dákokról? Egy olyan népet szeretnék ma bemutatni a gyűjtött forrásaim alapján, akiről a mai közvéleményben nagyon kevés információ van, és ami van, az is leginkább zavaros. A dákokra vonatkozó források közül kettőt említek meg, amik, amelyek nagyon-nagyon hasznosak. Az egyik Borowski-Samunak 1883-ban megjelent munkája a dákokról szóló etnográfiai tanulmánya. A másik az egy újabb, Vékony Gábor 1989-ben megjelent az Akadémiai Kiadónál kiadott Dákok Rómaiak Románok című munkája. Érdekes mód az Akadémia is foglalkozott ezzel a témával. És amikor megvásároltam ezt a könyvet egy budai antikváriumban, akkor láttam az eladó arcán, hogy nagyon lesajnálóan nézi, hogy mit vásárolok. De ő nem tudta, hogy én a szimatom után mentem, és jól, jól éreztem, hiszen ebben a könyvben rengeteg olyan román forrást érekel magyarul, amit én soha elolvasni nem tudnék, és olyan részletességgel kapok képet a dák kultuszról, vagy a vallásról, vagy a történeti eseményekről 2000 évvel ezelőtt, amelyet a többi forrásban nem találtam meg. Ez a két forrás, amelyet a legjobbnak tartok, de ezen kívül gyűjtöttem adatokat Orbán Balázs Tordaváros és Környéke című munkájából, Kővári Lászlónak az erdély történelme első kötetéből 1859-ből, természetesen Gyárfás István a Jászkunok története 1870-es négykötetes munkájából, azon belül is az első kötet, 300. oldala környékéről. Érintem Aranyos Rákosi Székely Sándornak az 1840-es évekbeli munkáját, aztán Alföldi Andrásnak a századokban megjelent 1940-ben a Dákok és a Rómaiak Erdélyben című tanulmányát, és ezen kívül van Bazilnak egy kis cikkét is megtaláltam ebben a témakörben. Ezek a források. Kezdjük azzal, hogy honnan erednek a dákok és mi jellemzi őket. Ha megnézzünk egy másik forrást Holosi István doktornak 1913-ban megjelent a Magyarország őslakói és az oláhok eredete című munkáját, akkor a következőt állítja. A dáka nép a turáni szitja nemzet egyik fő törzse. Tehát szkítákról beszélünk, amikor a dákokat említjük. Erre Hollósi felhoz hat forrást Hérodotosztól, Strábótól Quintus Curtius római történetírótól, Pliniusztól, illetve Szolinustól, a polihistória című művéből. Ha megnézzünk egy következő forrást, konkrétan Padányi Viktort, ő a dákokról úgy fejtegette a néveredetet, hogy idézem, Értesülések felőlük inkább ókínai feljegyzésekben vannak, amelyek Tahi, Tavon, Tiao Chi neveken emlegetik őket, szemben a nyugati forrásokkal, amelyekben Dah, Daha, Dák neveken emlegetik őket. Nevük minden jel szerint, mondja Padányi, a Sumir Dag Tag szóból ered, amely kétkezes baltát csatabártot jelent. Itt két néppel állunk szemben, amikor a dákokat vizsgáljuk, a dákokkal és a gétákkal, amelyek valójában egyek. Borowski úgy írja 1883-ban, hogy a géták és dákok közeli rokonságát mondhatjuk testvériségét, a klasszikus adatok kétségtelenné teszik. Tehát dákok és géták lényegében egyek. A görög íróknál a géta név alá fogják be mind a két népet. Tehát a görög íróknál Géta név alatt találjuk meg mindkettőjüket. Borowski még azt is elmondja, hogy ők már a dákok legfőképpen pásztorkodással töltik az életüket, és többnyire hegyeken és mezőkön laknak. A földműveléssel nem foglalkoztak, mivel ez egy vadászatban és harcban igen edzett nép volt, és náluk ez nem vert épp ezért gyökeret. A dák társadalmat, ha meg akarjuk érteni, akkor ránézzünk a Trajanus oszlopra, és ott két réteget találunk, két ábrázolást. Az egyikük a dák néven Tarabostesek, vagy Pileati. Ez a Pileus fövegfélévől ered, tehát valamit visel a fején. A másik réteg, amely az előbbi alatt áll, őket Kapillatinak, vagyis hosszúhajúaknak nevezik. Vékony Gábor mondja 1989-ben kiadott könyvében, hogy a Pileátusok közül kerültek ki a dák királyok és a papok. Ők voltak a dákok legelőkelőbb rétege. Tehát nem a hosszúhajúak, hanem azok, akik taraboszteszek, vagy egyfajta fővek viselők voltak. Ha ezeket a hosszúhajúakat vagy kapillatikat, az alacsonyabb kasztot meg akarjuk érteni, őket úgy képzelhetjük el, hogy ők lényegében falufőnökök. főnökök. A pileátik, az elit, ők pedig nagyobb területi egységek főnökei voltak. Valójában a dákok az uralkodó réteg tagjait jelenti. A település szerkezet falvakat egybefogó egység volt, a dák királyságban számos ilyen vár központ volt, ezeket hívták davának. A dákok királyt választottak, de olykor nem csak egy király uralkodott, hanem néha egyszerre többen is. Jelentős szerep hárult a befolyásos főpapságra, ugyanis a dákok rendkívül vallásos nép volt. Természetesen, amikor csak lehetőségük volt, egy próbálták ezek a dák királyok egyesíteni a főpapi botot és a királyi pálcát is. Amikor a dákok tárgyalni mentek más népekhez, akkor a béke követségeket leginkább a papság képezte. Hogyha a dágok vallását meg akarjuk érteni, akkor Gebeleizis neve elkerülhetetlen. A Géta mitológiában ő volt a legtiszteltebb istenség, és az ő imádását vezetik majd később át Zamolxisra vagy Zamolxra, aki Gebeleizisnek a főpapja volt. Zámolx Krisztus előtt 1400 körül volt az első úgynevezett Dák király, tehát hogyha időben el akarjuk őket helyezni, akkor nagyjából 1500 év a mai Erdély és a mai Románia területén leginkább az a föld és területi intervallum, ami a dákokat jellemzi. Érdekes ez a Gebeleizis, mert hogyha Geb és Ízis-t kivesszük a nevéből, akkor már is Egyiptomnál járunk, már pedig a dákok főpapjai is egyiptomi beavatottak voltak, erre majd mindjárt látunk még példákat. Magának Zámolksnak, ugye mondtam, hogy 1400-ban Krisztus előtt élt, az ő neve után kialakult úgynevezett Zámolxis hit Krisztus előtt 6.-5. században már rögzített, ismert tény volt. És ez nem szólt másról, mint a lélek halhatatlanságáról a legismertebb dák beavatott Dekaeinos, aki Krisztus előtt 60 körül élt, ő Egyiptomban tanult, és annak alapján tanította a dákokat, akik egyébként feltétlenül engedelmeskedtek neki, tehát szellemileg is elég nagy hatalmú figura volt. A dákok nem ettek húst, bort nem ittak, és Flavius úgy írja, hogy a dák pileátusok, tehát a dákok elit rétege, az eszénusokhoz hasonlóan éltek. Zámolx neve egyébként a szó szerinti fordításban föld király, esetleg földi király, ezt Vékony Gábor írja, és szó szerint így fogalmaz, most kapaszkodjunk meg, tehát Zamolxis meghaló és feltámadó Isten, aki az elhalt dákokat magához fogadja. Esetleg nem hallottunk ilyet a keresztény kultúrkörben is? Vékony Gábor azt is megmeri kockáztatni, hogy nem lehet kizárni azt, hogy a dákok egyisten hívők voltak. Dekáénosz, Krisztus előtt hatvan körül élt egyiptomi beavatott főpap a dákok vezetésében, isteni parancsokat közvetített. Médium volt, szent vezető, teszem hozzá én. Etikát tanított, barbár elkölcsöket szelidített, fizikára oktatott csillagászatot és asztrológiát tanított. Tehát Dekáinos kutatása a mai románul értő kedves hallgatóimnak rendkívül jó feladat lenne. Kifejezetten magát Dekáinosnak a teljes életművét megírni. Ezt senki nem végezte el, mióta a dákokról Történet, tudomány létezik, vagy ha el is végezték, el van tüntetve, nem létezik, nem elérhető. Se hivatkozás nincs erre, nem tudunk róla pedig hát a Kárpát-medencében, ha van egy egyiptomi beavatott főpap, még hogyha dáknak is hívják, aki a szkítáknak egyik ága, akkor szerintem megérne egy komoly kutatást. És hogyha csak román forrásokat lehet erről elérni, vagy korabeli latint, akkor érdemes a felé kapargatni. A dákok nyelvéről nem sokat tudunk, sőt, konkrétan teljesen ismeretlen. A dákok nyelvéből összesen 280 szó maradt ránk. Ezekből 51 darab növénynév, amely azért maradt meg, mert a Krisztus előtti első században volt egy katonai, császári katonai orvos és botanikus, név szerint Pedanios Dioscorides, és az ő munkája ezeket megőrizte. Ezt a munkát egyébként 1829-ben adták ki, Mediocorum Gracorum Opera Quae Extant lipcsében jelent meg. Ezen kívül ismerünk 26 darab személyi nevet, vagy helységnevet, ezt a klasszikus írók jegyezték föl a dák nyelvből, és további 90-et a feliratokból ismerhetünk. És Borovski még megjegyzi azt is, hogy ezen kívül 19 darab dák etnikai nevet is ismerünk. A dákok halálkultuszáról Borowski Samu ír részletesebben, Náluk a halál nem volt egyéb, mint átmenetel Zamolgs szelleméhez. Zamolgs tiszteletével eleinte emberáldozatok is egybe voltak kötve, öt évente sorsot húztak egymás közt, hogy kimenjen közvetlenül Zamolgshoz, hogy esdekléseiket neki megvigye. Ez a hit egyébként életmegvetést öntött a dákok soraiba, és a halál karjaiba oly édes örömmel rohantak, mintha csak vigalomba mentek volna. S a harcban keresve keresték a halált. Például egy dák egy percig nem haboz, hogyha a szégyen és a halál közt kell választani. Így majd talán érthető lesz Decebál öngyilkossága, amely felér bármely szent eszme mártíromságával. A dák nők férjeik hősies bukása után hallatlan bátorsággal itták ki a méregpoharakat. A halottaikat egyébként eltemették, úgy, mint a szkíták, többnyire elégették, és a hamvakat edénybe helyezve halmokat hánytak föléjük. A halotti tor játékok és lakomákkal volt képezve, és a költségeket közpénzből fedezték. Hogy néztek ki a dákok? A külalakjuk elég zord, borzas a hajuk, a mellüket verdeste a szakáluk, viszont nadrágot viseltek. A mellüket övvel szorított a zubbony fette, és a vállukról hosszan leomló köpeny volt a viseletük. A lábukon sarút viseltek, a főre valójuk csúcsos süveg volt, az előkelőké pedig kalap. És itt visszautaltunk, hogy az elit kalapot, vagy valamit hordott a fején, ez különböztette meg őket a köznéptől. Házasság kötéskor adásvételi szerződést kötöttek, ha a vőlegény kifizette a szülők szabta díjat, akkor a lányt vihette is. Fontos, hogy a dákoknál több nejűség van, tehát ha nincs négy-öt nőd, akkor senki vagy a dákoknál, viszont létezett egy időben a tiszta nőtlenség is, és ez nagyon nagy becsben volt tartva. Különösen a papság körében vert erősebb gyökeret a nőktől való tartózkodás. Most pedig ismerkedjünk meg Zamolxal a dákok első királyával, mégpedig Borovszki Samu elbeszéléséből. Ő azt mondja, hogy nem egyszerűen csak a dákok királya volt, hanem az európai szittyák királya volt. Akik közé a géták és a dákok is számláltattak. Héradott az azt írja hogy Pitagorasszal együtt Egyiptomba ment tanulni, Ahonnan visszatérvén a szitják és a géták királyává lett. Amíg távol volt, addig egy Zenta nevű filozófus igazgatta az országot. Zamolx egyébként Pitagorasszal több évet együtt élt, és építettek egy díszes csarnokot, amelyben a legkiválóbb polgárokat megvendégelték, és ezeken a lakomákon arra tanították őket, hogy a vendégek és ő is, valamint utódaik nem halnak meg hanem holtuk után olyan helyre jutnak, hol örök életet fognak élni, és minden jóban részesülni. Tehát felteltően Pitagorasszal elmentek Egyiptomba, ott történt velük valami komoly beavatás, majd hazamentek, építettek egy helyet, egy dómot, egy gyülekezőpontot, és az arra méltókat elkezdték tanítani a hozott tudásra. Zamolxról feljegyezték még azt is, hogy időnként eltűnt a világ elől, ugyanis titokban építetett egy föld alatti lakóhelyet. És amikor úgy érezte, akkor eltűnt. És volt, hogy három évre tűnt el, a polgárok pedig hát megsiratták, nagyon sajnálták, hogy nem látják a mesterüket, és holtként tisztelték. Viszont a negyedik évben egyszer csak újra megjelent, és ahogy Borowski fogalmaz, megbizonyította őket afelől, hogy mind igaz, amiket beszélt. Tehát amiket ő elhozott tudást és hirdetett, azt feltetőleg ő is megtapasztalta, majd szintén visszatért a néphez, és még tovább bizonyította a tant. Borovszki egyébként nagyon okosan elmondja, hogy Zaratustráról a perzsák szintén azt beszélik, hogy egy hegy belsejébe vonult vissza. Krisztusnál azt látjuk, hogy a harmad napon támad fel, és Tamás apostol így kiált: Én Uram, én Istenem! Mohamednél a Hara hegy barlangjában hallja a szózatot. Ó, Mohamed, te vagy az Isten prófétája, és én vagyok Angyala Gábriel. Zámokszról feljegyezték, hogy többször vonult el a nép szeme elől, és a hol létéről csak a király és a beavatottak tudtak. A dákokra vonatkozóan szinte semmi adat nincsen, a Krisztus előtti első század és Krisztus előtt 1400 közötti majdnem másfél ezer évből. Azért ez önmagában elég durva. Tehát van mit kutatni. Viszont a, amit tudunk, Krisztus előtt 8 és 6. század körül a géták a Duna két partján ide-oda telepednek. Hérodotos leírta, hogy a Balkán hegységtől északra a 6. század végén Krisztus előtt a géták laknak, Strabon pedig megjegyzi, hogy ezek a géták egy nyelvet beszélnek a dákokkal. De ezt már beszéltük, hogy ők testvérek, lényegében egyek. Strabonnál olvashatjuk azt is, hogy a géták a mőzusokkal meg a trákokkal keverednek. Ebből azt következteti Vékony Gábor, hogy a gáva Holichrat kultúra népét és a rokon népcsoportokat bizonyosan a dákok, géták és mőzusok elődeinek kell tekintenünk. A gétákra és a dákokra vonatkozó történelem bolyrebiztással folytatódik, már ami adatot össze tudtam gyűjteni, Krisztus előtt 62-től 40-ig volt a dákok királya. Bolyrebiztász. A források különbözőképpen említik Berebiszt, Burebista, Borebisztesz, Beriosta, Bolyrebiztász. Én ezt az utóbbit használom. Krisztus előtt százban a dákoknak hatalmas, rettenetesen nagy hatalma van. A dákok fejedelemsége ekkor a bánságban székel, és a birodalom befolyása egészen Ausztriáig, a mai Ausztriáig elért. Másik irányban pedig a Fekete-tenger észak-nyugati sarkáig is. Ez a Bojra biztos egy kiváló egyéniség, ő volt a dákok királya Krisztus előtt 62-től 40-ig. Ő egyesítette ezeket a dák fejedelemségeket, és olyan sok népet igázott le maga körül, amit azelőtt senki sem tudott. Például tönkreverte a szávavölgyi szkordiszkusokat, noha korábban többször támaszkodott a szövetségükre. Már itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a római hadsereg néhány évtized múlva be fog törni a Kárpát-medencébe délről, délnyugatról, és szinte már most látszik, hogy ez a rettenetesen nagy skita néptömeg, aki már bolyrebiztász alatt egy hatalmas birodalommán nőtte ki magát, szembe fogja találni magát a római hódító hadsereggel. És ez a játék nagyon hosszú időre meghatározza majd a Kárpát-medence történetét, és majd ebbe fog beszivárogni kettejük közé a metanaszta jazigok, vagy költözködő jászok betelepülése a Dunatisza közé, akik egyébként hol segítenek a rómaiaknak, hol pedig ellenük vannak. De Bojrebisztáztól Decebálig nagyjából 150 évig, megint csak egy rendkívül izgalmas terület, amit a dákok, illetve a Kárpát-medence története szempontjából én feltétlenül kutatnék, hogyha hozzáférnék komolyabb romániai forrásokhoz. Romániában elérhető forrásokhoz is még értenék is néhány ott használt nyelvet. Tehát néhány kutatót biztatok, hogy fogjon ehhez a témához, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon hálás téma, de azt is látni kell, hogy a dák téma nagyon átpolitizált lett, legalábbis száz évvel ezelőtt, és épp ezért a megszerzett eredményekkel én nem rohannék egyből a nyilvánosság elé, hanem bölcselkednék, és megpróbálnám megtalálni a használható dolgokat. A rómaiak egyébként azért kezdtek el nagyon rettegni a dákoktól, konkrétan bolyrebiztasztól, mert olyan hatalomra tett szert, hogy átnyomultak a Dunán, és lementek egészen Macedóniát elfoglalni, Illíriával együtt. És a római őrvárakban hát hülyét kaptak, hogy kik ezek, milyen hatalmas erőhez, és így kerültek a rómaiak célkeresztjébe a dákok. A Kárpát-medencében egyébként ekkoriban kelta uralom van, és a dák alapnépességre, tehát a dák alaprétegre ráépült ez a kelta uralom. Az Aldunán géta parasztfalvakat találunk, ezzel szemben pedig Macedóniában Krisztus előtt 148-tól római provincia van már, illetve a Krisztus előtti első században a Balkán-félsziget déli részén már római uralommal találkozunk. Aztán Krisztus előtt 59-ben történik, hogy Cézár, Julius Cézár, Gallia mellett Illirikumra is mandátumot kap, mint prokonzul a római szenátustól. Na most ez a fajta kinevezés sem a pannonok és sem a szkordiszkusok népe miatt nem magyarázható, egyedül csak a dákok miatt. Krisztus előtt a 60-as években a dákok és a kelták birodalmának határa a Maros folyó volt. Bajrebisztasz birodalma centralizált állam volt, területi szerveződésű, amelyben 200 ezer fegyveres volt képes csatába menni. Úgy lett vége ennek a korszaknak, hogy egy feltételezőleg római segítséggel létrehozott belső lázadásban Bajrebisztast megölték az ország pedig pártokra szakadt, a haderő pedig szétzilálódott. Bojrebiztász korszakához még két vetületet tegyünk mellé. Az egyik, hogy ő volt az, aki az előbb említett Dekeánoszt, mint főpapot, maga mellé vette, és leginkább azért, mert az állami élet, illetve a magánélet eléggé le volt évszázadok alatt rongyolódva, és azt remélte, hogy Dekeánusz segítségével ez majd visszájára fordítható, és egyébként így is lett. Az egyiptomban iskolázott Dekaeanus a nép vallásosságára és erkölcsiségére gyakorolt nagy befolyást, és a híveket állandó munkára szoktatta. Például a szőlő tőkéket kiírtatta, és rávette a népet, hogy ezentúl bor nélkül éljenek. A másik vetület ebben a korszakban, Bojrebisztász királyságában, hogy nyugati partnere vagy ellensége a Balatontól a Cseh erdőig, az Intorkolatától torkolatától a Visztula forrásáig a kelta eredetű bolyok voltak. Ez egy hatalmas terület, amelyet Kritazirus király vezetett. biztosnak, egyébként a hatalmas hadserege leginkább ezeken a bolyokon gyakorolt, tehát őket támadták, feltetőleg azért, mert ezek a kelták már korábban is az előnyomulásuk során rengetegszer gondot okozhattak a Dácia vidékén, és hát feltetőleg ezt akarta megtorolni, és meg is torolta. A bolyoknak a birodalmát a fertő vidékén teljesen megsemmisítette, sokáig emlegették a bolyok pusztáját. Később a római korban még hosszú ideig megvolt az intorkolatánál torkolatánál Bojodurum városa, mint a bolyok fennmaradt emléke, és Csehországnak az idegen neve is Bohémia vagy Hojohaim, még ma is jelzi, hogy egykor hol volt a bolyok hazája. Itt van egy érdekesség, ugye Cézár nem egyszerűen simán halt meg, hanem átszúrták a szívét Brutus és Cassius tőrei, és ez majdnem egy időben van Bojrebiztász halálával is, aki egy picivel élte csak túl Cézárt akiről tudni kell, hogy már 16 légiót és 10 000 lovast az Adriai tengeren való átkelésre fel is készített. Tehát feltetőleg itt készült egy nagyon komoly leszámolás a két társaság között, és ennek az lett az eredménye, hogy mind a két vezért kinyírták. Tehát gondoljuk el, micsoda kémhálózat és titkosszolgálat lehetett már akkor. Viszont visszatérve a dákokhoz, Bojrebiztász halálával a dákbirodalom szétesett, és nagyobb hadi vállalkozásba nagyon sokáig nem is kezdtek bele. A dák királyokat Krisztus előtt 80-tól időszámításunk szerinti 106-ig, tehát majdnem 190 éven keresztül név szerint ismerjük, csak elsorolom, hogy halljuk őket. Tehát Bajrevisztász volt az első, ő 40 körül halt meg, aztán Dekaénasz a főpap következett, tehát az, aki a király mellett vezette a népet lelkileg, ő folytatja a királyságot egészen Krisztus előtt 27-ig. Viszont az ország alatta szétesett. Ezzel párhuzamosan van egy Koson nevű figura, aki egy független királyságot hozott létre a mai Munténia területén. Szintén Krisztus előtt 31 körül, a, valószínűleg a mai Moldva vidékén volt egy önálló ország, amit Dikomes vezetett. Feljegyeztek egy komozikuszt Krisztus előtt 27-ben, tehát láthatóan itt szétesett országot néhány főbb úr kezdte vezetni. Még mindig Krisztus előtt vagyunk, Kotiszó a mai Olténia területén uralkodott. Volt egy Korillus, aztán már Krisztus után 28 körül vagyunk, amikor három fő uralkodik Dobrudzsa déli, középső és északi részén. Rolesz, Dapix és Ziraxes. Aztán 28-68-ig Skorilo, ő egyesíti újra majd a dák királyságot, aztán Durász jön 68-87-ig, aki lemond majd a trónjáról, és nyilván mindannyiótak ismeri decsebált, aki 87-től 106-ig vezette a dákokat. Az eredeti neve Diurpáneusz volt, a rómaiak foglalják el az országát, és Decsebál öngyilkos lett. A dákok hite szerint visszatért Zámolokhoz. Végezetül 89-ben Decebál, amikor a Dák trónra lépett, ő egy porból felemelkedett lángelméjű katona volt, elkezdték pusztítani a római tartományokat, Domitianus császár előbb Opius sabinus küldi ellenük, később pedig kegyencét fuscus -t. Viszont Decebál mind a kettőt tönkreverte. A két római vereség után jött egy harmadik, már mint egy harmadik derék római, Julianus, és ők viszont már megverik Decebált és seregét. Ebben a csatában decsebál főtanácsosa Vezinas a holtestek közé rejti magát. Decebálnak sikerül elmenekülni, és Kővári László 1859-ben azt írja, hogy ahogy Decebál menekül, a vaskapuntúli erdőket levágatja, és rájuk harci öltönyt húzatott, hogy amikor az őt üldöző Juliánus meglátta, ezt az álcát új seregnek vélte, és visszafordult, és Dácia így menekült meg. A 90-es években Róma adót fizetett Dáciának, ugyanis Domitianus császárnak Germánia ellen kellett fordulnia, és Decebal megragadta az alkalmat, újra Róma ellen indult, és ezért Róma kénytelen volt adót fizetni. A dákok létszáma körülbelül ekkor 1 millió fő. 98-ba vagyunk, amikor Trajanus lép Róma trónjára, egy lángelme volt, és abban a pillanatban beszünteti az adófizetést a dákoknak. Megtagadja konkrétan. Természetesen Decebal követelte, hogy hát nem ezt beszéltük meg, és akkor azt mondta Trajanus, hogy oké, okay, akkor hadat üzenünk. És így el is indul a százban megüzent háború, és a dákok pedig annyira lazák voltak, hogy azt mondták, hogy jó, hát akkor elfogadjuk, játsszuk le. Két nagyon nagy hadvezér áll egymással szemben, és két rendkívül harcedzett társaság feszül majd egymásnak. Trajanus 101 tavaszán indult meg, magával hozta az első, az ötödik, a hetedik és a tizenharmadik légiót, hozott vagy tíz pretóriánus csapatot, amelyek száma más fegyveresekkel együtt 60 ezer volt. Két hajóhidat építetett a mai bánság határánál, és a seregét átvezette a Dunán. Tápiánál a Lugos mellett kezdődtek meg az összecsapások, de Csebál visszahúzódott a vaskapúi szoroshoz. Itt egyébként új csata alakult ki, de itt is vesztettek a dákok. Elhagyta őket a szerencse. Hiába vonták vissza magukat erdély bércei közé, a trajánusz seregei folyamatosan a nyomokban voltak. Maga Trajanus még ekkor nem volt jelen a térségben, ő csak 101. március 25-én szállt tengerre Rómából, és Dalmácia valamelyik parti városában szállt partra. És ekkor állt a serege élére, és többen úgy hiszik, hogy Lugos tájékán volt az a döntő ütközet, ahova Decebál is a seregével és Trajanus is a haderejével egymásnak feszültek. Viszont ami tény, hogy 101 telén Trajanus ismét Rómában van, ugyanis beköszöntött a tél, és hát akkor nem lehet háborúzni. Ezen felül pedig Trajanusra szükség volt Rómában is, viszont mind a panóniai és mind a műziai prefektus vezetése alatt hatalmas légiók maradtak a helyszínen, akiket erődített táborokba és kasztrumokba szállásoltak el. Várták a tavaszi kikeletet és a harc folytatását. Ez a csata 102-ben meg is történt, ezt most nem részletezem. Traján egyébként hatalmas vérveszteséggel tudott csak győzni, ahogy a forrás írja, már seppkötöző sem maradt a végére. És Traján a saját bíborát sem kímélhette. Decsebálnak meghagyta, hogy a dák népet fegyverezze le, mint vesztes, rombolja le az erődítményeket, a római szökevényeket adja ki, és Decsebál kénytelen volt vert helyzetében elfogadni az alkupontjait, viszont nem akarta megtartani. Bosszút forralt, majd így jutunk el 103-ba, illetve 104-be, amikor Trajanus visszatér Decebál ellen. Itt még sok hadi eseményt lehet vizsgálni, és végül 105 az az év, amikor Decebál öngyilkos lesz. Szintén jelen van Traján ekkor Erdélyben. A forrás úgy írja Orbán Balás konkrétan, hogy Traján minden akadályon áthatolt, a vaskapu szorosát áttörve és erődítvényeit lerombolva, a Dák főváros ellen nyomult, de Csebál azt megvédelmezni nem remélvén maga gyújtál fel királyi lakhelyét és fényes székvárosát, és hogy a Rómába hurcoltatását kikerülje, saját kardjába ereszkedett. Végül így csak a lemetszett fejét tudták diadalittasan Rómába vinni. A dákokra nagy borzalom következett, csak nem a teljes férfi lakosságot kivégezték vagy elvitték rabszolgának, és minden létező kincset, brutális mennyiségű kincset vittek magukkal a rómaiak. Ez volt a dákok története. Én erre jutottam, ezeket a forrásokat tudtam összeállítani, magyar nyelvi források alapján, és azt gondolom, hogy egy hiánypótló áttekintést tudtam adni. A Kárpát-medence történelmét kutatóknak, egy skita testvérünk egyiptomi beavatott társadalmi rétegünk múltjával kapcsolatosan. Ez egyébként megmagyarázhatja azt az elméletet, hogy Erdélyben miért voltak beavató központok a Krisztus előtti első évezredben. Úgyhogy remélem hasznosan telt, bátorítok mindenkit e témakör további kutatására. Köszönöm szépen, sziasztok!